évértékelő közgyűlést tartott a Ceglédbede Polgárőr Egyesület. Különleges volt azonban az alkalom, hiszen fennállásuk 20. évfordulóját ünnepelték. Az elmúlt évtizedek tapasztalataira Gigor István elnök emlékezett vissza. A sok barátságra, melyet a szolgálatnak köszönhetnek, és persze azokra az időkre is, amikor emiatt távol voltak a családjuktól. Az alapító tagok közül már csak 7 vesznek aktívan részt az egyesület életében, lelkesedésük azonban most is töretlen. Munkájukról Földi László országgyűlési képviselő is elismerően beszélt. Volt egy-két varga betű az elmúlt 20 év nagyjából, hogyha jól végignézitek, de azért hál' Istennek ez a csapat ez kitartott a végtelenségig, és mint ahogy most is tapasztalt, most is kitart. A közbiztonság érdekében végzett munkájukat és a közös akciókban való részvételüket a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője Bori Zoltán alezredes elismerő oklevéllel köszönte meg. A rendezvényen részt vett a Pest Vármegyei Polgárőrszövetség megyei elnökének nevében Király Pártos János is, aki díszjelvényt adott át az alapító tagok számára. A bedei lakosok nevében pedig Keszthelyi Ferenc is oklevéllel köszönte meg a munkát. Az egyesület régi vágya, hogy a városrészben kamerarendszer működjön, ebben pedig a körzet önkormányzati képviselője Klément György is támogatja őket. Az idei évben ugye a rendőrségnek a véleményét kértük ki a kamerák elhelyezéséről, kamera fejlesztéséről kaptunk, azt hiszem 10 kamera helyet. Ebben a törtelőútra irányuló forgalom oda-vissza felvételezése benne van, csak nem ezen a végén, hanem a másik végén. De nem ez az egyetlen céljuk az idei évre. Aki ismer, azt tudja, hogy ilyen tervekből sose halok ki. Szeretnénk, hogyha fiatalok minél többen jönnének hozzánk, jobban vonzaná az egyesület, minél többen lennénk, de nem zárkozzunk el természetesen az idősebb korosztálytól se, bárki belefér ebbe az egyesületbe, aki betartsa azokat a szabályokat, amik nekünk vannak. Szeretnénk tovább fejleszteni az egyesületnek az eszközraktárát, magyarul rendszám fölismerőt venni, meg még ami esetleg majd újítások jönnek be, és nekünk arra szükségünk van, azokat ugye, mert egy idő után ezek elavulnak, van nekünk rendszám fölismerőnk, de ez már elavul. Tervek tehát a következő 20 évre is vannak bőven. A Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökének, dr. Ferenci Norbertnek köszönhetően a kerek évfordulót tortával is megünnepelték, így igazi ünnepi hangulatban telt az éves közgyűlés.